Tisztelt konferencia, köszönöm szépen a meghívást. Apró pontosítás, illetőleg, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is jelen legyen a konferencián, én ott is tanítok, tehát úgyhogy ez az egyik, a másik pedig ugye a fazakas-fazekas, kérdéskör. Én fazakas vagyok, viszont a belügyminiszter miniszterelnök helyettes, hogy meg fazakas volt. Tehát ezen apró pontosításokat egyébként engedjék meg, illetőleg a bocsánat kérésemet szeretném kifejezni. Kő Artur kollega úr nagyszerű előadásában engem idézett. Ezt a bonyolult és hosszú mondatot én követtem el, Újra olvasva újraolvasva elszörnyülködtem. Úgyhogy emiatt bocsánatokat kérem, de azt azért külön köszönöm Artúrnak, hogy, hogy az ő meglátása szerint jól emeltem ki Mikó Imre munkásságát. Én jó magam jogász vagyok, és ennek megfelelően most egy kicsi jogtörténetről fogok beszélni önöknek, de reményeim szerint a száraz jogtudomány tudom majd egy olyan megvilágításba helyezni, hogy talán még önök is élvezhessék. Ugye, mint nagyon jól tudjuk, a jogi nyelv az a jogászok perverziójából fakadóan nehezen érthető, de én azt gondolom, hogy különösen Mikó Imrének köszönhetően azért helyes megvilágításba helyezhető. Nem kell olvasni a diát, valójában véve ez nekem szól, egyfajta emlékeztető arról, hogy miről is kívánok beszélni. Ugye Mikó Imrének az állandó efitenton orransza, hogy ő a nemzetiségi jogász, hogy ez miért alakult így, ezt nagyjából tudjuk és nagyjából sejtjük. Biztos vagyok abban, hogyha nem következik be a trianoni tragédia, akkor más irányba mozdul el a pályája. Valahogy a sors, a gondviselés, kiszámíthatatlansága erre az útra vezette őt. Ezzel valójában, mivel nincsen ö, semmi gond, a tudomány Mikó Imrének olyannyira hálás, hogy a két említett monográfiája mai napig megkerülhetetlen, aki ezzel a témakörrel akar foglalkozni, és milyen akar foglalkozni, tehát nem az unalomig ismételt toposzakat akar elővenni, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez a kérdés a magyar közgondolkodásban, tehát e, a leginkább tematizált kérdéskör, és ez egyébként nem csak Trianonnak a következménye, hanem annál jóval korábbi történet, és erre pontosan Mikó Imre hívja fel a figyelmünket, hogy ez egy jóval korábbi történet. E, ugye 1868-ban születik meg az a nemzetiségi törvény, a nemzetiség egyenjogúság tárgyában, e, amelyik végül is e, meghatározta a magyar állam e, mai napig alkotmányos jelentőségű lényegét a politikai magyar nemzet fogalmát, de 1849-ben is volt már egy nemzetiségi törvényünk, és tekintettel arra, hogy az alaptörvény nemzeti hitvallása kiemeli a történeti alkotmány vívmányait, ebből ugye az következik, hogy a jogtörténet művelése és Mikó Imre munkásságának a művelése az, nem a tudomány szent köldök nézése egy hanem valós alkotmányos tartalommal is jelentőséggel bír. És ha már ma említések került, Fa Zekas Jánosnak a Mikó Imrével való kapcsolata, ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert amikor megszűnt ez a publikációs tilalma Mikó Imrének, akkor, akkor azért igen, nehezen szólalhatott meg, tojáséjon kellett táncolnia, de az akkori publikációit, azokat úgy kell értelmezni, hogy egyfajta számonkérése is volt a nemzetiségi jogoknak, másrészt pedig egy, egy tanítás jellege volt ezeknek a jogoknak, tehát hogy jogtudatosítási, nevelési munkát fogalmazott meg Mikó az Együtt nemzetiségek jogagyelenősége című publikációban például, egészen egyszerűen bátorítva, arra az Erdély magyar közösség tagjait, hogy például követeljék ki nyugodtan a népviseléshez való jogukat, tehát hogy Katalinból ne legyen Ekaterina, Józsefből ne legyen József, és még sorolhatnánk. No de térjünk is rá, akkor Mikó Imrének a nagyon fontos munkájára, nemzetiségi jog és nemzetiségi politikára. Miért is fontos ez a mű, illetőleg levonhatunk el mai nap belőle tanulságokat. Mikó Imre, ha ma köztünk lenne, akkor átgondolná-e vajon az akkori álláspontját? Tudom, hogy ez egy picit kontrafaktuális, de hiszek, hiszem azt, hogy szerintem igen. Ugye, amikor a nacionalizmus megjelenik, akkor valójában véve két egymással szöges ellentétben álló nemzetfelfogás van. Ugye az egyik az a francia forradalomból eredeztethető, ugye nyelvi alapon nem, képzett nemzetállamot képzel el, a másik pedig ugye valójában véve középkori magyar-hungaros esztmények egyfajta újraalkotása, amelyik ugye azt mondja, hogy valójában véve a nyelv az a politikai jogok gyakorlásától független, Nyilván Magyarországon ez azért alakul ki, mert a magyar rendi nemesség tagjai, akik a valós politikai hatalmat birtokolták, ezek nyelvüktől függetlenül élvezték ezeket a jogokat, és eleink azt mondták, hogy valójában véve egy olyan országot kell megteremteni Magyarországon, ahol a jogegyenlőség érvényesül, és a jogegyenlőséget viszont nem szabad feltételekhez kötni. Tehát, hogyha korábban a nemesi oklevélhez kötöttük, akkor Hát mérsékelten kontraproduktív lenne, hogyha mondjuk a nyelvtudáshoz kötnénk a jogoknak az élvezetét. Tehát egy nyelvileg semleges fogalmat kell tudni megalakítani. Ugye az is egy közmondásos dolog, hogy az első és a második tétel tekintetében is Szent István közmondásos mondását az egynyelvű ország gyenge és esendő szokták ugye fölhívni cizellációnak, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a Szent Istváni intelem egyébként pontosan a politikai e, magyar e, nemzet fogalmának is lehet egy alapja, hiszen Szent István birodalmát is el lehet úgy képzelni, egyébként nagyon helyesen, amelyik azt mondja, hogy nyelvileg semleges. Ugye, tehát eleve Germán vitézekkel e, e, szilárdította meg a hatalmát. Lényeg, ami lényeg, elindul a nemzeti eszme a francia forradalmat követően. E, e, Magyarország, illetőleg a magyar nemesség elindul azon az úton, hogy a holt latin nyelv helyett a magyar államnyelvet teremtse meg, és egy kulturális nyelvi mozgalom indul meg, ami mintaként szolgál az egyébként Magyarországon jelen lévő nemzetiségeknek, nyelvi közösségeknek. És hát ugye ami a problémát okozza, az valójában véve nem más, mint 1848 és 1849, a reformellenzék az sikeresen végrehajtja a áprilisi törvényekkel a jogegyenlőséget, tehát elérjük azt a célt, hogy egy modern alkotmányos monarchia legyen, csak hogy a felkorbácsolt indulatok azok már elhagyják a kulturális szegmensét a nemzetiségi kérdésnek, és hát mi történik, nagyon jól tudjuk. Szabadságharc, polgárháború. Ráadásul a nemzetiségi igények, azok konkurálnak egyébként egymással. Szóval mit szeretne Magyarország? Hát mit kíván a magyar nemzet? Tehetnénk fel a kérdést. Az egyik, amit nagyon szeretne, hogy legyen egy tisztességesen egységes jogelvek és egységes intézmények által kormányzott hatékony állam, amit ugye unitárius államnak hívunk, nem vallási, hanem államszervezeti értelemben. Ez azt jelenti, hogy a középkori partikuralizmust mindenféleképpen meg kell szüntetni. Szándékosan nem erdélyi példát hozok a középkori partikuralizmusra, hanem a szepesség példáját. Ugye Szepes vármegyében volt maga a vármegye, voltak a tízláncsás székek, voltak a, a Lengyelországnak korábban elzálogosított városok, amelyek teljesen más fejlődési utat jártak be, voltak a szabad királyi városok, és ez, ez megye volt külön-külön autonómiákkal, tehát az egyik a megye egyik részén ez volt a törvény, a másik részén az volt a törvény, hát így nem lehet modern államot felépíteni, és nyilván nem lehet úgy sem modern állapot, államot felépíteni, hogy valakit mondjuk születése során már beskatuljázunk egy, egy, egy kvázi kaszthoz. És a magyar ellenzék arra az álláspontra jut a politikai ellenzék, hogy akkor ennek véget kell vetni, el kell tüntetni ezeket a külön önkormányzatokat. És hát ez az, ami kap egy, egy nemzetiségi dimenziót, mert ezen külön önkormányzatok egy része viszont klasszikus nemzetiségi önkormányzat, például ugye a cipszerek, vagy a száz autonómiák, és igazából, mivel itt van egy ütközési pont, hogy a nyelvileg semleges magyar államot kívánja megteremteni a magyar politikai elit egységes elvek alapján, míg a nemzetiségek pedig megkívánják őrizni adott esetben meglévő önkormányzataikat, és akkor itt van egy ilyen érdekes dolog, hogy a románok viszont elkésettek voltak, tehát mert körülbelül 60 éve egész Európa arról beszél, hogy a rendi nemzeteket el kell tüntetni, mert, mert nem működik az állam a középkori maradványokkal. Ugye a románok még eh, 1848-ban is a Balázsfalvi gyűlésükön a rendi nemzetként való elismerésükért szállnak síkra, ami mondom már 60 éve aktualitását vesztette, 1865-ben sikerül ezt a programot teljesíteni, hogy ők elismerése kerüljenek. Lényeg, ami lényeg, a jogegyenlőséget, tehát a személyi egyenlőséget elfogadják a nemzetiségek is, egyébként ezt Mikó Imre kimutatta, viszont ma mélyen hallgatunk róla, illetőleg mélyen hallgatnak róla az utódállamok vezetői is, és Mikó Imre azt is kimutatta, hogy eddig a pontig, egyébként, tehát a kiegyezésig, nem volt kérdés a magyar szent korona országainak az integritása, és a nemzetiségek pontosan azt mondják, hogy hát ahogy korábban a száz territoriális autonómia, vagy a jászkunok, vagy bármelyik ilyen külön önkormányzat nem darabolta szét az országot, Hát így a területi autonómia nem kellene, hogy szétdarabolja ezt az országot. Tehát eddig a pontig van van konszenzus. Ugye levonjuk a szabadságharcnak a tanulságait, kosút Szemere, tele ki, mindenki mást mond, ami a lényeg, hogy a nemzetiségek is levonják a maguk tanulságait. Mikó ezt is nagyon alaposan földolgozza a korabeli országgyűlési naplók tételes áttanulmányozásával, és valójában miért kialakul egy őszinte szándék a nemzetiségekkel való megbékélésre. Maguk a román képviselők is azt mondják egyébként az országgyűlésben, hogy, hogy hát valójában véve a bécsi abszolutizmus az, az azért nekik még kellemetlenebb volt, meg még, még a magyarokkal együtt lehetett működni a Bécsben oda telepített meg mindenkire a németet erőltették rá. Tehát ennek is megvan a maga, a, a maga érdekessége. És Valójában mivel elindul egy vita, hogy hogyan alkossuk újra Magyarországot, és nem belemenve tételesen a törvényhozás tárgyalásába, nyilván az az álláspont fog győzni, hogy a jogegyenlőség alapján, a személyi jogok egyenlőség alapján kell újraalkotni az országot, és ugye itt arról beszélgettünk, hogy ebben az esetben akkor újabb privilégiumok nem adhatók, hogyha minden ember egyenlő, akkor nem lehetnek egyenlőbbek, és hogyha nem lehetnek egyenlőbbek, akkor ugye kizárt a területi autonómia, illetőleg bizonyos kollektív jogoknak a gyakorlása. Na ez az a tétel, amit ma már a tudomány egyébként meghalad, és konkrét bizonyítékokkal rendelkezik, hogy itt azért árnyalásra van szükség. Röviden engedjék meg, hogy bemutassam Mikó Imrének az e végzett kutatásainak a, a döntő jelentőségét, ami nagyon fontos, hogy Mikó Imre valamennyi nemzetiség tekintetében végig kutatta azt, és leírta azt, hogy ki mit akart. És ezt nyilván a törvényhozás iratai alapján tette, valójában véve öt törvényjavaslat került kidolgozásra, amely törvényjavaslatok valójában véve a kulturális autonómia kérdésköreit tárgyalták, illetőleg a területi autonómia kérdésköreit tárgyalták. A mai fogalmaink szerinti kulturális autonómia tekintetében konszenzus volt megállapítható. Tehát csak egy kis anekdóta, Dák Ferencnek az egyik felszólását szeretném tartalmában idézni. Újvidéken szerb és magyar színház is működött, és annak a támogatásáról volt szó, és nyilván a törvényhozásnak a többsége az arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar színházat a szükséges az állami büdzséből támogatni, míg a szerb színházat nem. Deák Ferenc fölállt és azt mondta, hogy hát ez így ebben a formában nem igaz, mert hogyha mindenki egyenlő, akkor természetesnek kell venniük azt, hogy a szerb nyelvi közösséget is ugyanúgy kell támogatni. Magyarul vagy a szerbek is megkapják ugyanazt a dotációt az államtól, mint a magyarok, vagy pedig senkinek kapjon dotációt. Tehát nem beszélhetünk egyébként elnyomásról ebben a tekintetben. Tehát a kulturális egyházszervezeti, kormányzati kérdésekben a községi, alacsony szintű törvényhatósági vagy megyei szintű törvényhatósági nyelvhasználat tekintetében Deák Ferencnek a javaslata, hogy mindenki természetesen gyakorolassa a jogait, ezek természetesek voltak. Ugyanígy az oktatási jogok tekintetében is természetesek voltak. A ma már emlegetett Lex egyébként ugye arról szólt, hogy a magyar államnyelvet azt ugye magasabb óra kell tanítani, de idegen nyelvként. Tehát nem, nem magyar nyelvoktatásról volt szó, illetőleg ugye az állam csak azokat az iskolákat támogatja, dotálja, ahol a magyar államnyelv ilyen bevezetésbe való kötelezettségének eleget tesz az adott iskola. Tehát szó nem volt egyébként arról, hogy amit ugye az említett sajtóhagyárat Idézet, de hát, mint tudjuk, a jogszabályokat nem nagyon szokták elolvasni, még a jogászok sem, tehát olyan nagy meglepetés ebben nem, nem történik. No, lényeg, ami lényeg, hogy ezekben a kérdésekben konszenzus volt, és hogy a mai fogalmaink szerint ez simán, csont nélkül átment a törvényhozáson. Viszont, ami nem ment át, az a, az a valamennyi nemzetiségnek a saját nyelvén való felszólalása a törvényhozásban. Én azt gondolom, hogy ennek nem a magyar állam nacionalizmus az oka, hanem egész egyszerűen a kornak a körülményei. Tehát még nem volt Google fordító, még nem voltak számítógépek, hát gondoljuk el, hogy az egyik felszólaló megszólal szlovákul, a másik ruszinul, a harmadik szerbül, a negyedik románul, egész egyszerűen nem lehetett volna a törvényhozást hatékonyan működtetni. A horvátoknak egyébként járt ez a joga a horvát-magyar kiegyezés tekintetében. Ami nagyon fontos és egy érdekes kérdés, az a törvényhozásban az arányos képviseletnek az elve. Ez sem ment át, de nem államnacionalizmus okán, ahogy Mikó egyébként bebizonyította, hanem pontosan a jogegyenlőség okán. Hát ha kérem szépen mindenki azonos jogokkal rendelkezik, akkor nem beszélhetünk arról, hogy külön nemzetiségi arányos képviselet történik. Tehát itt valójában véve... Egy ilyen amerikai gondolat jelent meg, hogy ilyen honorációra pártok lesznek, és akkor mindenki odaszahoz, ahova szeretne. Az egy másik kérdés, hogy nemzetiségi pártok alakultak miért? Mert ez a dinamikus nacionalizmus kora volt. Tehát, hogyha a fenefenét eszik is, akkor is a dinamikus nacionalizmus korát éljük. Tehát például hiába került a horvát autonómia felállítása, mégis elszakadtak Magyarországtól. Miért szakadtak el? Mert egész egyszerűen a kornak ez volt a felfogása. Uh, ami egy érdekes dolog viszont, a területi autonómia uh, kérdésköre volt, uh, amely területi autonómia egyébként a uh, szerb és a szlovák álláspontban volt kidomborítva, tehát a román álláspontban azért annyira nem. Tehát ahogy említettem, ahol a nemzetiség igények nem tértek el, ott uh, ezzel nem volt probléma, és valójában véve innentől kezdve a nyelvi és kulturális jogokra uh, került a hangsúly. Borzasztóan röviden szeretném a szlovák, illetőleg a fontosabb javaslatokat um, kiemelni. Az egyik, a, illetőleg az első, az a szlovák törvényjavaslat volt, amelyik ugye azt mondja ki, elsőként egyébként a történelmi jogra alapozva, hogy amikor a magyarok bejöttek, a szlávok már itt voltak, és ők onnantól kezdve a magyarokkal együtt építették ezt az országot. És valójában véve ugye a szlovák nemesség is bekerült a magyar nemességbe, és tehát a politikai magyar nemzet fogalmával teljes konszenzus volt. És az azért kell kiemelnem, mert aktualitását nyerte ismét ez a kérdés, amikor egy Milán Krányák nevű szlovák parlamenti képviselő egyébként ezt megismételte egy blogbejegyzésében, Az egy másik kérdés, hogy utána még egy-két dolgot úgy ismételt meg, hogy torz értelmet nyert. De lényegében véve helyeselhetőnek tartom azt, hogy Szlovákiában is, felvidéken is kezdik felismerni azt, hogy Azért nem nagyon értelmezhető az ezer éves magyar elnyomásnak a toposza, hát már csak azért sem, mert a helyi földesúr az valószínűleg ugyanúgy szlovák volt, az egy másik kérdés, hogy a kutya bőrét éppen a magyar király állította ki. Amire eljutnak a szlovákok, az egy modern, tényleg azt kell mondanunk, hogy egy modern területi autonómián alapuló gondolat, nyelvi határok és a közigazgatási határok egybeesését szorgalmazzák a hatékony, működtetés érdekében. Az már egy másik kérdés, hogy a szlovák álláspont azért ezt meg is haladja, és azt mondja, hogy kizárólag a szlovák nyelv legyen ott hivatalos. A magyar nyelv, illetőleg a többi nyelv azt csak közvetítsen a, 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 az államkormányzattal. Nyilván ez ezt az álláspontot egyébként a mai tudomány sem osztja, tehát egy területi autonómia esetében sincsen kizárólagos hivatalos nyelv. A szerbek a szerbek nagyon aprólékos javaslatok dolgoztak ki, védőszentel zászlóval, nemzetőrséggel, amit el lehet képzelni, mindent, külön nemzeti ünneppel mindent belepakoltak, és biztos, ami biztos a, 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 a szerb területi autonómiát, az külön még védeni akarták, úgyhogy az osztrák birodalmi tanácsal is el kellett volna fogadtatni. Hát ez nyilván, nyilván a kiegyezés lényegét tagadja, tehát hogyha a vajdaság a Magyar Szent Korona része, akkor azért ne Bécsben döntsék már el, hogy, hogy mi és hogyan. De ami a lényeg, hogy egy nagyon profi törvényjavaslattal állunk szemben. Javaslom ezeknek a törvényjavaslatoknak az aktuális nyelven való újrakiadását és propagálását. Majd ez lesz az egyik végkövetkeztetésem. Igen, és akkor itt volt az a garanciális szabály önmagában, ami a Magyarországgyűlés ne módosíthassa a szerb területi autonómiát, az osztrák birodalmi tanács is kellett volna hozzá. Egyébként ez nem egy, abban a szempontból szakmai nem egy ördögtől való tétel, hogy egy nemzetközi garanciát is belepakoljunk. Ez az, ami az első világháborút követően ugye az említett kisebbségvédelmi szerződésekben benne volt, hogy a kisebbségvédelem intézménye, az az alkotmány része, és kizárólag a Nemzetek Szövetsége jóváhagyásával módosítható. Tehát azt is mondhatom, hogy ebből a szempontból azért nem egy ördögtől való a garanciális elemek. Kérdése. Van egy érdekes szerb-magyar, bocsánat, hát igen, szerb-román-magyar törvényjavaslat, ö, amelyik valójában véve ez az, amit úgy hívunk, hogy a kisebbségi törvényjavaslat, ő azt mondja, hogy a vármegyéket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg törekedjünk nyelvileg homogén vármegyékre. Ez azért az akkori komplex viszonyok között nem nagyon volt lehetséges. Voltak, ahol igen. Egyébként Orbán Balázs fogadott meg ezzel, fogalmazott meg ezzel kapcsolatban kritikákat, mármint mint Orbán Balázs, tehát nem a, a, a miniszterhelyettes úr. Csak, hogy akkor pontosan fogalmazzunk. Ami a lényeg az az volt, hogy hogy valójában véve azt mondják, ez a kisebbségi törvényjavaslat azt mondja, hogy, hogy Magyarország politikai nemzetét kell meghatározni, és ebben az egyik a magyar nemzetiség, és van szerb nemzetiség, román nemzetiség, stb. 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 És ezt hozzá kell tenni, hogy, hogy, ennek az elfogadása alapvetően produktív lett volna. És Ötvös József is a törvény eredeti kidolgozója emellett telt ki. Miért? Egészen egyszerűen azért, mert a magyar politikai nemzetnek a fogalmát azt a sajtóhadjáratokban Magyarországgal szemben, de a mai napig is összekeverik a magyar nemzetiségnek a fogalmával. A politikai magyar nemzetállama, amelyik nyelvileg semleges, azt úgy írják le, hogy ez egy erőszakos asszimiláló magyar jellegű nemzetállam megteremtésére irányul. Ami egész egyszerűen nem igaz, és ennek is a bizonyítékait Mikó egyébként uh, uh, tudomásunkra hozza. Uh, ami uh, egy érdekes dolog, uh, hogy az egyházi és oktatási kérdésekben széleskörű jogokat tartalmazott, és akkor itt szeretném fölvinni a figyelmet, hogy kiemelve az adott nemzetiség történelmének kiemelt tanítási kötelezettségét. Tehát még erre is hangsúlyt kívántak helyezni, megjegyzem ez Deák Ferenc. Uh, koncepcióába is tökéletesen illet. Illetőleg, ami még egy nagyon fontos dolog, hogy államilag támogatott egyetemi tanszékek és nemzetiségi jogakadémiák felállítását is szorgalmazták. Ezzel nem is lett volna gond. A fennálló jogszabályok alapján egyébként ilyen nemzetiségi jogakadémiák felállíthatóak lettek volna, de nem éltek vele. De az nagyon fontos, hogy napjainkban igenis szükség van az utódállamokban, például nemzetiségi jogakadémiákra, jogi karokra, egészen egyszerűen azért, mert az adott állam jogának az anyanyelven való tanulása az borzasztóan fontos, mert a jogot idegen nyelven elsajátítani, jogászi gondolkodást elsajátítani egész egyszerűen nem lehetséges, és innentől kezdve viszont nem beszélhetünk hatékony jogvédelemről. Ugye ma jelenleg az utódállamokban kizárólag a szapienciában anyanyelvű jogászképzés Kolozsváron. Popovics és Vlád román képviselők, ők egészen egyértelműen csak azt mondták, hogy a magyar az egy mellérendelt nyelv, és igazából véve a többi dologban nem tértek el a kisebbségitől. Egyetlen egy paragrafusban azért beleírták, hogy egyébként a magyar Szent Korona országainak az integritását ez nem sértheti. Szóval, ahogy említettem, a különbség az az volt, hogy Deák azt mondja, hogy politikai magyar nemzet, amit ő a magyar nemességből vezetett le, és ezért őrizte meg a magyar szócskát előtte, a nemzetiségek meg azt mondják, hogy Magyarország politikai nemzete, és eljutnak a föderatív államszervezésig, és ahogy már korábban említettem, a magyar szó jelentését megkettőzik, végső soron, ami egyszerre jelenti a politikai közösséget, az állampolgárok közösségét, a valamennyi lakost, és jelenti a magyar ajkó a kulturális közösségét. Ugye itt hogy az alkotmány úton végig sétálnak vagy az alkotmány utcán, ugye a Trianoni emlékműnél, ugye annak a felállítása során jelent meg ugye egy cikk, azzal kapcsolatban, hogy ez micsoda történelme a hamisítás. Ugye mert mert hát micsoda dolog az, hogy hogy olyan település nevek vannak, amelyek például ugye nem nemzetiségi nyelven vannak. Nagyon egyszerű, kérem szépen, a magyar volt az államnyelv, a hivatalos nevét tüntettük fel. Ez olyan lenne, mintha számon kérnénk a közbeszédbe, hogy Kopenhágát miért hívjuk Kopenhágának. Vagy hágát miért nem ként ejtjük ki a nyelvünkbe. Tehát azért ezek ezek finom kérdések, amelyekre rá kellene helyezni a hangsúlyt, mert ezt a tételt, hogy mi a politikai magyar nemzet, noha korabeliak leírták, Mikóimra leírta, keveri a politika is, keveri a kontrafaktuális történelem szemlélet. A politikai magyar nemzetben magyar kulturális elnyomást látnak az utódállamok. Ö, lényeg, ami lényeg, ötvös abban híz, ö, bízott, és Deák Ferenc is abban bízott, hogyha a valós állampolgári jogegyenlőség megvalósul, akkor a prosperáló magyar királyság, mi több, az osztrák-magyar monarchia, mint nagyhatalom, hát akkor onnantól kezdve mindenki boldogan él. Ebben tévedtek, hiszen a dinamikus nacionalizmus korában a felkorbácsolt nemzeti érzelmeknek a gazdasági jólét nem vette el az élét. Ennek ékes tanúbizonysága például ugye a Gyulafejérvári Nemzetgyűlésnek a megfogalmazója, akik sokkal jobban beszélték például a jogi magyart, mint a saját anyanyelvüket. Borzasztóan rettegtek attól, hogy Bukarest alá kerülnek, és a balkáni törvényhozásban kell majd működniük, mert, mert így szocializálódtak Európában, az osztrák-magyar monarhiában, de, de csak azért is ezt a döntést kellett meghozni, mert ilyenkor már nincsenek észérvek. Ugye teljesen nyelvileg a magyar nyelvet tökéletesen elsajátító személyek, Volcsechtukkal, Vajda, Vajdod, Manió, Gróza, ők, ők, ők nem lettek magyarok, tehát ezért nem értelmezhető az, hogy, hogy itt ilyen erőszakos asszimiláció lett volna. A közéleti pálya feltétele volt a magyar nyelv ismerete, de aki nem sajátította el, nem szenvedett hátrányt. Ami a lényeg, és ezt tényleg Mikó kimutatta, hogy, hogy nem volt erőszakos asszimiláció ellentétben az utódállam a későbbi gyakorlatával. És itt van egy nagyon érdekes dolog, amire Mikó Imre hívja fel elsőként a figyelmet. Hogyha az addig kárhoztatott magyar nemzetiségi jog és nemzetiségi politika tényleg olyannyira elnyomó volt, hogy ugye utólag azt a baloldali történelem felfogás tekintetében a Magyar Királyság szétesésére vezető oknak tekintjük, a háború kirobbantásának az okaként tekintjük, akkor a nemzetközi szerződések miért nem garantálták legalább azokat a jogokat, amiket a magyar állam garantált a kisebbségeinek. Mert a kisebbségvédelmi szerződésekben megfogalmazott jogvédelemnek a szintje jóval alacsonyabb volt. Jóval alacsonyabb volt, mint a magyar állam által garantált jogok szintje. Miről beszélünk akkor még, és ezzel zárom az előadásokat, előadásomat, milyen tanulságokat vonhatunk le? Hát a kulturális autonómia, mint olyan, annak a bevezetése, fenntartása az utódállamokban, vagy ha tetszik az egész világon, a napjaink tudományos álláspontja szerint magától értetődő. Ezzel egyébként Mikó Imre sem vitatkozott magától értetődő, ennek a gyakorlat egyébként kimutatható. Megnézhetjük például a sajtószabadság tekintetében, hogy míg Romániában ugye tilos volt például már magyar nyelven leírni azt, hogy kolozsvá, mondjuk egy magánlevél keltezésében, addig a sajtóban vagy a magánlevelezésben a nyelvhasználat nem volt korlátozott. A területi autonómia kérdése az egy, az egy érdekes kérdés, hogy annak az átültetése mennyire indokolt és mennyire nem, Nekem a személyes véleményem az, hogy igen, de föl kell hívni arra a figyelmet, hogy csak és kizárólag akkor, hogyha a kulturális autonómia is bevezetése kerül. Miért? Mert az 1952-es román alkotmány által bevezetett magyar autonóm tartomány az valójában véve egy zárványként funkcionált. Ugye, egy kulturális gettóként funkcionált, az autonóm tartomány határain kívül élő magyarságnak az erőszakos visszaszorítása az megtörtént. Tehát hiába adunk egy területi autonómiát, hogyha nem gondoskodunk annak határaink kívül élő kisebbségi közösségekről. Tehát ezzel a kérdéssel csinyen kell venni. Viszont, amit már nemzedékeken keresztül következetesen képviselünk, annak igenis teret kell engedni, unitárius alkotmányokkal ezeket az igényeket visszaszorítani nem lehet. Mi erre a bizonyíték? A magyar példa a bizonyíték. Mert megfogalmaztuk a politikai magyar nemzet államának unitárius jellegét, és szétesett. Szétesett volna igaz abban az esetben is, hogyha megadjuk a területi autonómiát, ugye erre a közvetlen bizonyíték Horvátországnak a kérdésköre, de az megint más kérdés, hogy annak mértéke, miensége, mássága minden bizonyal bekövetkeztetett volna. Ebben én úgy tudom, hogy konszenzus áll bár én nem vagyok történész. Oktatási jogok tekintetében álláspontom szerint a felsőoktatás és különösen a jogi felsőoktatás a nemzeti irodalom és történelem oktatásának az igénye az szintén következetesen érvényesítendő. Ennek az alapjait pedig oly módon lehet elvégezni, hogy természetesen szembesítjük a, ezekkel az igényekkel, a korabendi parlamenti felszólalásokkal, vagy Mikó Imre művével, azokat, akik döntéshozók Bukarestben, Pozsonyban, vagy Belgrádban, vagy adott esetben Kijevben. A nemzeti jelképek használata a körű. Közigazgatás és igazságszolgáltatási jogok szintén legitimek. Ma már az anyanyelv használatának a joga az igazságszolgáltatásban nemzetközi egyezmények által védett, de csak jogi szempontból, anyagi jogi szempontból viszont nem. Hiába védekezhetek magyarul egy román bírósági tárgyalás előtt, ha nem értem meg a román törvényt. Az arányos képviselet elvéről el lehet gondolkozni, hogy ez bevezethető-e vagy sem, viszont abban a tekintetben mindenféleképpen indokolt, hogyha nem is a törvényhozás van, de az igazságszolgáltatásban, illetőleg a végrehajtó hatalmiákban a megfelelő arányos képviselet biztosított legyen. A területi autonómia iránti igényt több mint 160 éve nem a magyarok fogalmazták meg, hanem pontosan a szlovákok, pontosan a románok is csatlakoztak hozzá, illetőleg a szervek. És igenis a területi önkormányzatiság az állam területi integritásával összeegyeztethető, mitőbb annak a kohézióját elősegíti. És Koszovó itt inkább kivétel, mint főszabály, de a test, például Románia esetében a testvérállamként tapasztrofált Moldovában is létezik egy Gagauz autonómia, attól még Moldova létezik és, és működik. Úgyhogy. Ebben a korban a magyar modell nem volt kirekesztő, ez egy közhiedelem, ezzel a toposszal le kell számolni, már pedig úgy tudunk leszámolni vele, hogy argumentum assimile szembesítjük a korabeli román-szlovák és egyéb álláspontokkal azokat, akik ma döntéshozó pozícióban vannak. Tehát a körben például, ahogy említettem, javaslom a korabeli parlamenti jegyzőkönyveket, román-szlovák felszólalásoknak az átültetését is újra kiadását. Én a megtisztelő figyelmüket köszönöm szépen, amennyiben kérdésük van, természetesen állok rendelkezésükre. Köszönöm szépen a figyelmet.